Már több mint 100 000-en szorulnak rá a spanyol szociális intézmények és civil szervezetek ételosztására Madridban. A koronavírus járvány következtében rengeteg ember vesztette el a bevételi forrását, így az ellátórendszerre hatalmas nyomás nehezedik. Szulma története tipikus. Legálisan házvezetőnőként dolgozott a járvány kitöréséig, akkor azonban megszűnt az állása. Hiába lenne jogosult a segélyre, még mindig nem bírálták el a kérelmét. Semmilyen támogatást nem kaptunk. El vagyok maradva a lakbérrel, nem tudom fizetni a lányaim étkeztetését és az egyéb kiadásokat, mondta a nő. Egy szociális munkás szerint vannak, akik félnek az államhoz fordulni a gondjaikkal, mások pedig hiába szeretnének, nem jogosultak erre. Ezek az emberek segítségért fordultak a szociális ellátórendszerhez, de az túl van terhelve, és nem tud több embert fogadni. Másoknál pedig jogi akadályok vannak, például az, hogy nincsenek irataik. A spanyol fővárosban tevékenykedő civil szervezetek szintén egyre nehezebben bírják az iramot. Aluche városrészben egy hónap alatt meg 4-szereződött a kiszállított élelmiszercsomagok száma. Szulma is kap ilyeneket, de ez még kevés ahhoz, hogy a Salvadorból származó asszony és 2 gyermeke átvészelje a válságot. A tulajdonosom múlik minden. A hölgy nagyon sokat segít nekünk, és azt mondja, hogy ne aggódjunk. De ha nem támogatna minket, szerintem már az utcán lennénk. Több mint 7 millió ember igényelt segítséget a spanyol kormány stabilitási programjából, vagy azért, mert felfüggesztették a vállalkozásukat, vagy azért, mert elbocsájtották őket. Ez a statisztika azonban nem veszi figyelembe azokat, akik munkaszerződés nélkül dolgoztak. Sokan közülük már itt állnak sorba ételért, jelentette az Euronews tudósítója. Juan Carlos de Santos, desde Madrid, para Euronews.